Továbbiakban pedig a pontszerzők egy olyan csokrát állítottuk össze, akik azt gondolom, hogy szintén örömet szereztek nekünk. Szene Attila a 200 méteres vegyesúszás döntőjében, ki tudja talán szándékosan, éppen az egyes pályára került, vagyis oda, ahol 4 évvel ezelőtt Atlantában is úszott. Akkor nem kis meglepetésre győzni tudott a surranó pályáról, és mint kiderült, most is valami hasonlót forgatott a fejében. Egyelőre Dolennel együtt megy, sőt elsőként fordulhat Szene. Na nézzük azt a fordulót, elsőként fordul világcsúcs részidőn belül 29 századdal. És gyerünk Attila, gyerünk, ezt a mellett túléljük, és aztán egy parád és gyorsot oda lehet tenni a végére, ez az egyes pálya egyelőre jó. Talán nem is veszik észre Dolenék, nem is veszi észre Rosolino. Talán 4 évvel később megismétlődhet az atlantai történet. Sajnos minden csoda csak 7 napig, de legfeljebb 4 évig tarthat. Attila ha pár századdal is, de végül lecsúszott a dobogóról, és a 4. helyen végzett. Hasonlóan jól szerepeltek a miénk a férfi 4x100-as vegyes váltóban, amely mind Güttler Károly Szöul óta tartó fantasztikus olimpiai pályafutásának, mind a világcsúcs esőt hozó Sydney úszóversenyeknek méltó lezárása volt. Többszörös olimpiai bajnokokkal együtt úszni, együtt szerepelni, ez nagy dicsőség. Na nézzük most! Egyelőre a 4. helyen fordulunk, és ez szenzációs eredmény. 26-68-al, Kreiselből 26-09-el az amerikaiakat úszatta az első helyen. A hármas pálya tisztán egyértelműen előrébb. Péter, gyerünk, szedd össze magad még egyszer, egy jó időeredmény a búcsúra. És az ausztrálok egyelőre nagyon rajta vannak Kreiselből jön. Tehát Matthew Welsh, aki 103. volt, nagyon-nagyon jól úszott, világcsúcsnál jobb részidő, ami pedig bennünket illet 55-90, egy picivel elmaradt horvát az időfutamban úszott időeredményétől. Güttler Karcsi utolsó nagy föllépése, az amerikaiaknál Ed Moses a 100 mell ezüstérmese, az ausztráloknál Regan Harrison. Güttler 1:01:52-t úszott, és ott van bizony a többiekkel középütt fekete sapkában. Az amerikaiak nagyon-nagyon erősek. Talán egy picit csak Croker lóg ki ebből a váltóból, de hát ezt sem úgy komolyan mondom, természetesen. Egyelőre Güttler jó voltából tartjuk magunkat, nem vagyunk utolsók. Én úgy gondolom, hogy a 4.-5. helyen úszunk, a kanadaiak után lehetünk 5. pillanatban. Amerikai vezetés tehát. Német hajrá, szenzációsan úszott a németeknél Jens Kruppa, is felhozza őket a 2. helyre, Karcsi pedig a 4.-5. helyen tartja a mieinket, kiváló szereplés. A hármas pálya, az amerikaiak fordulnak elsőnek, Güttler 1:57:13-mal adja át a váltást. 1:01:23 megjavította azt az idejét, 1:01:52 volt, amit úszott az időfutam során. Bravo, Karcsi! Szenzációs volt a búcsúd az úszástól és az olimpiától, a 4. olimpiától. Hihetetlen! Ami pedig itt a küzdelmeket illeti, a németek még tartják magukat. Még nagyon-nagyon jól tartják magukat. Thomas Ruprecht révén. Az amerikaiaknál Crocker úszik tehát. Az ausztráloknál Hugh Gill. És jön utolsó emberként az a Klim, aki a 4x100-as váltóban világcsúcsot úszott, nagyon jót fog úszni most is, és mi is nagyon jót úszunk, 2:50:08 Gáspár Zsolt ideje. És az 5. helyet tartja még egyelőre mindig a magyar csapat. 52-95, 52-36 volt Gáspár időfutamban úszott időeredménye, ettől egy picit elmaradt a hármas pályán az amerikaiak az élem. Zubor Attila nálunk, és változatlanul jól haladunk, és változatlanul úgy néz ki, hogy az amerikaiakat nem lehet megverni. A 2. helyen úszik Klim, a 4. pályán a németeknél. Spannenberg behozza a váltót, kérem szépen, 3., 4., és mi az 5. helyen vagyunk, fantasztikusan úszunk, szenzációsak a mieink. A férfiak közül az egész magyar csapatban az első pontokat Gerevics Roland szerezte meg. A 21 éves balatonfűzfői sportlövő a dupla trap versenyszámban végzett az 5. helyen.
nagyon-nagyon kikészültem agyilag, és igazándiból egy fekete képernyőt láttam magam előtt a magában a döntőben is, főleg utána majdnem a lábaim azok felmondták a szolgálatot. Én úgy érzem, hogy a reális értékelésemen egy fokkal túlmentem. Az újonnan bemutatkozott tékvándóban is szereztünk pontokat, méghozzá a magyar csapat egyik legkülönlegesebb tagja, Salim József révén. Ő az ötödik lett. Előre mondták pontosan ezen a versenyen, az, aki a legagresszívebb, főleg az utolsó menetben győz, de persze féltem, már volt ilyen, hogy neki odaadták a másiknak. Titkos dobogó esélyesként tartottuk számon férfi kétpár evezősünket, vagyis Pető Tibort és Haller Ákost. A fiúk, bár 500 méternél még vezettek, végül az ötödik helyre szorultak, de ez semmiképpen sem lebecsülendő teljesítmény. Minden kiadó magunkból, hogyha nem vagyunk csalódottak, ennél többet nem tudunk kiadni, mint a maximum. 80-ban volt utoljára döntős magyar evezős az olimpián, és hát pontszerző ötödik helyzeten még régebben, úgyhogy nagyon örülünk, hogy így ismét berobbantunk az élvonalba. Női súlyemelésben nem csak Márkus Erzsébetnek sikerült pontot szereznie. Likerec Gyöngyi, ez a 17 éves oroszlányból származó kislány, legjobb európaiként ötödik lett a 75 kg-osok súlycsoportjában. A férfiaknál Kovács Zoltán országos csúccsal lett hatodik. Megcsinálta Kovács Zoltán három jó gyakorlat szakításban, amelyik a gyengébbik száma. Nagyon érett már a siker Supola Zoltánnak. A 30 éves dunaújvárosi tornász, aki sokáig egyedül képviselte a magyar férfiakat a világ élvonalában, lólengésben remek gyakorlattal a hatodik helyet szerezte meg. Bekerültem a döntőbe, hatodik lettem, egy megcsinált gyakorlattal, mindent megtettem azért, hogy jó szerepeljek az olimpián. Nem lehet okom panaszra, úgyhogy örülök neki. Bár pontot nem szereztek, mindenképpen említésre méltó még női teniszpárosunk teljesítménye. Marosi Katalin és Mandula Petra két bravúros győzelemmel bejutott a legjobb 8 közé, és végül a 7. helyet szerezték meg.